Megújulhat a bátaszéki konyha. A település polgármestere arról számolt be, hogy a legutóbbi képviselőtestületi ülésen összeállították azt a listát, amit a TOP Plus segítségével fejleszteni szeretnének a városban. Az egyik ilyen az általános iskola konyhája, amit még az 1980-as években építettek. Itt naponta közel 900 adag étel készül. Terveink szerint mintegy 180 millió forintos forrást szeretnénk elnyerni a TOP Plusból, melyből megoldanánk ennek a konyhának azokat a problémáit, hogy normális klimatizálás, megfelelő légelszívás lenne az egész konyha területén, és szeretnénk olyan konyhatechnológiai eszközökkel felszerelni, ami biztosítja továbbiakban is annak a mintegy 750-800 főnek az ételelőállítási feltételeit, akik jelen pillanatban is igénybe veszik. Emellett olyan korszerűsítést terveznek, ami lehetővé teszi, hogy még szélesebb réteg számára tudják biztosítani a vendégebédet. A pályázatot legkésőbb március 31-ig kell beadnia az önkormányzatnak. Az elbírálás a benyújtás követő 60 napon belül várható, tehát azt gondoljuk, hogy 2022 közepére már eredmény lehet azzal kapcsolatban, hogy nyerte a pályázat. Ezt követően indulna meg maga a konkrét tervezési folyamat. Ha a pályázat sikeres elbírálásban részesül, a tervek szerint 2023 közepére megújulhat a bátaszéki konyha.